A forradalom, a tömeges lázadás megnevezéséből következően sem kifejezetten egy egyéni műfaj. A játékok általános szokásaival ellentétben a valóságban például nem annyira jellemző, hogy elég lenne egyetlen legyőzhetetlen golyóálló hős, aki mindent megold, és gépágyúval meg katonával a kezében elhozza a szabadságot a többi alkalmatlan nyomingernek. A forradalom igenis a tömeg akaratán és elszántságán áll vagy bukik. A Homefront The Revolution például egész ütős volt abban, hogy a játékban egyéni kis akcióink ellenére is csak egy sima résztvevője voltunk a népfelkelésnek, mindez viszont igazából őszintén szólva ahhoz képest, hogy az Enerkiútban konkrétan magát az óriási szemű cuki állatokból álló dühöngő Hello Kittista forradalmat testesítjük meg, és irányítjuk felszabadult felszabadító pogóba a szintén nem kevésbé cuki, gázmaszkos elnyomó rendőri erők ellen. De hogy ez konkrétan hogy néz ki? Hát elég bizarrul, de valahogy mégis kurva jól. Na jó, hogy konkrétabb legyek. A készítők minden bizonnyal először elmentek a dílerükhöz, aztán bementek a szuvenírboltba, levették az összes nagyszemű plüssállatot, és azt mondták, a ma vásároltakból mindent bele. Az Enerkiút kezdetén mindjárt kapunk egy maroknyi anarchista cuki állat sejtet, amolyan real-time stratégia nézetből, akiket viszont nem egyenként vagy RTS-szerűen egérrel, hanem kb. Mint egy összefüggő folyadékszerűen hömpölygő tömeget kell irányítanunk, nagyjából egy sima akciójáték módjára a kontrollerrel. Feladatunk pedig természetesen nem lesz más, mint az áldáz rendőri erők rózsaszín ködbe vesző eliminálása és további kis cuki anarchisták verbuválása lesz egy még nagyobb ívű utcai zavargás sikeres lefolytatására. Van itt aztán mindenki, aki cuki, vagy akit van, aki cukinak gondol. A cicától, a mosómedvén, a lovon, vagy a mackón át egészen olyan bizarrabb egyedekig képviselteti magát a hatalmas szemű cukizmus, mint a pók, a csiga, vagy a kagyló. Ez a kedves fékevesztett zavarkó tömeg aztán egy emberként, vagy hát cuki kisállatként cselekszik, azaz együtt mozog, együtt bunyózik, együtt dessel, és együtt gyűjtögeti az utcai cuki kis tereptárgyakat is. Ugyanis, ahogy a bűbályos kis csürhe egyre duzzad a felszabadított állatkáktól, egyre több lesz a szabad aprócska kéz is, amik mind-mind valamilyen útjukba eső cuki kis tereptárgyat szaggatnak ki a helyükről a cukizmus nemes ügyének nevében. Például padokat, fákat, bokrokat, autókat, meg hát úgy nagyjából mindent, ami a pályán elfekvőben hever és nincs leszögelve, vagyis az egész gyakorlatilag meglehetősen hasonlóan működik, mint ahogy az annó a katamari játékokban is látható volt. Az egyetlen aprócska különbség, hogy itt ezeket a tündéri tárgyacskákat a kedves kis állatokból álló seregletünk azért gyűjtögeti olyan serényen, hogy utána tiszta erőből hozza a rendőri erőkhöz. A játék így valahol egy hack and slash akciójáték és a katamari keresztmetszetében fogható meg, viszont az RTS vonal se csak úgy mutatóban van ám jelent, hőseink ugyanis annyira kis sebezhetőek, hogy tényleg nagyon kell vigyáznunk csöknyi testük épségére, az állik felfegyverzett rendőrökkel szemben ugyanis a pöttöm kis zavargók hamar alul maradnak, és néhány ütés után ki is dőlnek, mint egyszeri csivava az agárversenyen. Ez pedig nem kimondottan szerencsés, mivel ha mindegyik kis apróság kidőlt, akkor bizony game over és kezdhetjük az adott pályát előről. Nem, nincs checkpoint, nincs quicksave, az egészet újra előről. Azt hitted ez egy cuki játék? Szóval a lényeg, hogy alapvetően basic szinten tényleg stratégaként kell beosztanunk cukistáink aktuális létszámát és ennek kapcsán képességeit is. Utóbbi kettő ugyanis szorosan összefügg. Minél nagyobb létszámú anarcukista sejten randalírozunk, annál több speckó képesség nyílik meg előttünk. Példának okáért rendelkezésünkre áll a csoportos cuki kitörés gigasúlyok lögdösésére, egész házak ellenfelekre döntése, ami egyben a sniperek leszedésére is szolgál, dupla dash, a nem túl cuki lézerek közti manőverezésre, de később akár sebezhetetlenség, vagy a végtelen mennyiségű molotov koktél is a cukizmus ügyének szolgálatába állhat. Feltéve persze, hogy a küldetés közben eléggé vigyáztunk gombszemű állatkáinkra, hogy aztán a képesség előhívásához szükséges létszám is meglegyen. Ja, meg persze, hogy gondosan költöttük el a sikeres küldetések után kapott pénzérméket a fejlődésre lehetőséget kínáló energiaital automatában. És mi van, persze, hogy energiaital, hát mégis hogyan keletkeznének azok a gigantikus pupillák? Minden esetre azt elmondhatom, hogy kellenek is ezek a fejlesztések, mivel a játék az anarcukizmus kettős filozófiájának jegyében aranyos látszata ellenére valójában egészen hardcore tud lenni, különösen a különböző helyszínek végén az alapvetően logikus, de azért némi gyakorlást igénylő boss fightok alkalmával. A játék felépítésében is elsőre ugyanígy egy buta casual mobiljáték benyomását kelti, ennek ellenére 4 plusz 1 bónusz gondosan elkészített világ várja, hogy szanaszéjjel
láthattuk a tündéri kisállatainkkal az egészet. A kiinduló város Tokió, amit először Párizs, majd Miami követ, hogy aztán végül Reykjavikben tegyünk pontot az acélöklű vasbajszú robotábornok karrierjének végére. Mindezek közben ráadásul szivárványosan sokszínű missziós szenáriók váltogatják egymást a néhány órás, majd hogy nem egy seggel leülhető végigjátszás alatt. Van, hogy csak simán különböző területeket kell bevennünk, amolyan domination jelleggel, van, hogy néhány vagy akár egyetlen állatkával kell szinte lopózva szabotázs akciókat végrehajtanunk, van, hogy egy forradalmi zúzógépet kell eszkortolnunk a pályán, és olyan is, hogy gyakorlatilag egy egész koncertnyi robotot meg az utánpótlásokat kell egy terrorakcióban lemészárolnunk. Mondjuk bevallom, utóbbi éppen francia fejlesztőktől a 2015-ös Bataclan tragédia után, hát egy kicsit talán meredek, de ebben most nem menjünk bele, szerintem a fejlesztőknek ez eszébe se jutott. Minden esetre épp amikor a játék végén már kezdtem munni az újabb Domination pályát, akkor meg váratlanul egy vulkán kitörés miatt a forgatókönyve a most már mindegy meg az egész fussunk csak éjjel túl minél több kisállat című menekülésbe váltott át, ami megint csak frissítően hatott. És akkor még a hab az eleve habos-babos tortán, hogy a fokozatosan ismerős formulák is újabb és újabb arcukat mutatják a kampány során, mivel a játékban marha sokféle ellenfél típus is van, amikhez mind-mind egyenként alkalmazkodnunk is kell. A sima rendőrökön kívül vannak itt bizonyos idő után alkalmi jelleggel robbanó rohamrendőrök, háztetőkről pásztázó sniperek, fáradékony ninják, a valósakhoz hasonlóan idegesítő drónok, ágyus centrik és robotok, rakétavetősök, gépágyúval felszerelt pöfékelő helikopterek, forgóbunkóval támadó egységek, valamint egy halom akna, elektromos és lézercsapda is, plusz alkalmanként adott városra jellemző további veszélyek is, mint a reykjaviki gejzírek és jégcsapok. Állatkáink törékenységét figyelembe véve így aztán komoly feladat ébbőrrel kimenekíteni minden kis krapekot, vagy éppen lenyomni az összes roborendőrt. Még szerencse, hogy az eltöltött időt, a leölt rendőröket és a túlélő zavargó állatkákat a játék minden pálya végén külön-külön értékeli. A különböző centrik ágyúit amúgy szintén fel tudja kapni az örjöngő cuki állathorda, amiket limitált mennyiségű lőszerrel még használhatunk is az ellenséggel szemben, ennek irányítása viszont hát sajnos valamiért kibaszott körülményes, ezért rengeteg gyakorlásra van szükség, hogy hatékonyan tudjuk használni ezeket az agyafurt kis eszközöket, kivált kép egy-egy épp erre épülő boss fightban, ahol az ember aztán tényleg a haját is kitépi ettől. Konkrétan amúgy az a baj, hogy a célzás egy analóg stickre van kiosztva a mozgással, a lövőállás felvétele pedig az ütéssel, így minden alkalommal gyakorlatilag meg kell állni és koncentrálni, hogy most akkor a lövés jön, nem az ütés, addig pedig ha pechünk van, csak csapkodnak minket, aztán vesztjük az embereket sorban. Ja, és persze ilyenkor a tárgyak pánikszerű ellenfelekhez vágásakor állatkáink hajlamosak a használt fegyvert is az ellenfelekhez somni, így ha az ember mindent nyomkod egyszerre klasszikus koca Mortal Kombatosként, abból rendszerint inkább lesz game over és sok elheverő kisállat, mint dicsőséges cukista győzelem. Hasonló bénázás megy a forgóbunkóknál, és ott is sikerült konkrétan a buzogányfej forgatását megint csak arra az analóg stickre beállítani, mint ami a mozgásért felelős, így aztán hiába a hatalmas támadóerő 3-4 buzogánnyal akár, ha amúgy rohadt nehéz használni. Ja igen, hát még buzogány plusz lézerrel együtt, lehetetlen. És akkor arról még nem is beszéltem, hogy a masszaként mozgó tömeg irányítása nagyjából annyira bizonytalan és nehézkes, mint lapos tányéron levest egyensúlyozni, így a precíziót igénylő mozdulatok, mint a gombok használata, simán a lövés, vagy az egyik boss fighthoz gyakorlatilag nélkülözhetetlen egy ponton gyülekezés, sokszor a szükségesnél sokkal több áldozatot követel a cukista mozgalom erőitől. A játékmenet szerencsére azért még emes sok technikai nehézség ellenére is nagyon élvezetes és szórakoztató tud maradni, és ezt a szórakoztatást csak tetézi a vizuális világ, a hangok és a zenék. A városok mind jól megkülönböztethetőek egymástól, tereptárgyaikban, hangulatukban, zenéjükben, és rengeteg apró poénra és utalásra is lehetőséget adnak. A zenék és a hangok csak tovább növelik a kisállatok nyújtotta cukiságfaktort, így az összhatás valahol hát egészen beteg, amolyan Happy Tree Friends-es és elég jól elhatárolható alternatívát nyújt azoknak a fotel forradalmároknak, akiknek a hasonló műfajban induló, jelenleg Early Access, Riot, Civil Unrest világa talán túl nyers és életszagú. Mondjuk a fotelforradal már eleve valószínűleg egy elég szűk szubkultúra, így nem hiszem, hogy van cukista és nem cukista ága, de mindegy. Szóval fotelforradal már vagy sem, az Anarchute-ot mindenképpen tudom ajánlani, még a néhol nehézkes irányítása ellenére is. A néhány francia diák iskolai feladatából kinőtt projekt ugyanis szintiszta szórakozás, ami épp olyan hosszú, amennyit a téma elbír, azon belül pedig változatos és többségében tényleg valódi kihívást kínál még a gyakorlottabb játékosoknak is. Nem volt és nem is lesz az évi
játéka, de a néhány perc alatt is teljesíthető és próbálkozásonként kiértékelt pályák miatt akár alkalmilag is elővehető egy-egy rövid körre. Storyban nem marad le senki semmiről, ha ritkásan játszik vele, ezt garantálhatom, a játék filozófiája ugyanis nem ez, hanem az, hogy egységben az erő és irány a gombszemű kisállatokkal romábatni a várost. Ha tetszett ez a videó, iratkozz fel, vagy csak nézz szét a csatornámon.